És végül, de nem utolsó sorban, éledezik a Salak Motor Szeged sportpalettáján. Vendégem Nagy Róbert, a Biggs Motor Sportklub elnöke és egyben versenyzője. Szia, Robi! Szia, köszöntöm a hallgatókat és nézőket! Először is akkor bontsuk ki ezt a Biggs Motor Sportklubot. Kik a tagjai? Milyen életkorban? Mesélj rólatok egy kicsit! Jó, hát a neve is alkotja a tagjait, tehát én úgy érzem, hogy jó versenyzőkből állt össze, mivel jó magam mellett azért Kócsó Antal, Magosi Norbert, és még természetesen más versenyzőket is szeretnénk közé tenni, ami mutatja, hogy az igazi nagy versenyzőket, köztük a szegedieket szeretnénk elsősorban előnybe helyezni. A Big név itt a nagyra utal, ugye a a nevednél? nagyra vagy a nagyokra, tehát ezért mondom, hogy most ebben a helyzetben kapcsolódik a nevemhez is természetesen, de igazából a nagyságrendre próbáltunk ezzel utalni, tehát hogy a nagy versenyzők klubja lenne. Magosi Norbert például Magosi tagjának. Norbert, én úgy érzem, már most sokadjára éli csúcsformáját, amit mondhatjuk szakmailag jónak is, rossznak is. Én úgy érzem, hogy jelenleg Magyarországon a legeslegjobbak közé tartozik, ha csak nem a legjobb. És fiad is tagja ennek a családnak, csapatnak. Hát ennek a klubnak én tartozok azok a versenyzők közé, aki nagyon sok klubot megjárt az országon belül. Hát a Szegeden megszűnt a salakmotorpálya, mint létesítmény, és ebből jött az ötlet, hogy anélkül nem tudunk neki ugrani se utánpótlás nevelésnek, ami minden sportnak a meghatározó létfontosságú eleme, hogyha nincs klubunk. Ezért megalapítottuk a klubot, és most a fiam személyébe történt az első utánpótlás nevelés kinevelése, pálya nélkül, én úgy érzem, ez egy nagyon nagy dolog, és Hel Csabának a fia is, a Hel Pali is kezd mondjuk úgy beállni abba a sorba, hogy hamarosan licensze lesz, és akkor már lesz még egy utánpótlás értékű versenyzője ennek a klubnak. Múlt hétvégén volt az első verseny, az első egyéni országos bajnokság Gyulán. Hogyan szerepeltetek? Hát mondjuk úgy, hogy jól is, meg nem is. Ennél nagyobb ambícióval indultunk neki. Két dolgot tűztünk ki célul, természetesen a junioroknak a szereplését, mert indult két mondjuk úgy öregebb korú versenyző személyembe és Tihanyi Sándor személybe, egy csúcsformában lévő Magosi Norberttal és egy juniorral. Na most Magosi Norberttal nagyon szerettük volna ezt a versenyt megnyeretni. Nem mondom, hogy nem állt messze, de nem volt könnyű neki sem. És a junior versenyző személyben Nagy Patriknak a minél jobb és biztosabb szereplését szerettük volna elérni. A biztos szereplés az működött, én úgy érzem, hogy egy nagyon aktív és jó versenyt futott, szerettük volna előrébb végezni. Ez köszönhető annak is például, hogy nincs most egyelőre Szegeden lehetőségetek felkészülni? Szerintem csak ennek köszönhető sajnos. A rutintalanság hiányzott mögőle, a mindennapi motorozás hiánya. Őt azt lehet mondani, hogy beledobtuk a mély vízbe, edzés nélkül versenyen való részvételei vannak, ami jól is ülhet el, de viszont azért vannak hátulütő, és a magabiztosság így hiányzik. Nem akkor a legfőbb cél most, hogy legyen egy szegedi pálya, ahol tudtok gyakorolni. Emellett pedig a versenyeken milyen célokat tűztetek ki, hogy most egyelőre ráhangolódjatok, újra éledjen ez a történet? Hát a legnagyobb célunk az, és nem csak a miénk szerintem, mint klub, hogy ismét Szegeden vagy környékén legyen egy aktív létesítmény, egy pálya, amivel a nézőknek is és a szponzoroknak is kielégíthetnénk a versenyiségét. A legnagyobb dolog, amit utána kell csinálnunk, az utánpótlás nevelés. Nagyon szeretnénk minél több fiatalkorú versenyzőt kinevelni, de ehhez pálya minimum szükséges, máshogy nem lehet megoldani. Egy kicsit a sportágról, az ízéről, te miért szereted a salakmotorozást? Hát én imádom, tehát az a másodpercek tört része alatt történő események és annak a korrigálása úgy érzem, hogy elég komoly felkészültséget igényel. Én ezért szerettem, ami a legfontosabb, áttekinthető, látványos, egy aréna sport. Nem kell érte messzire menni, nem kell jegyzetelni, fölvenni, hogy az ember nyomon követhesse maga az eseményeket. De mondom, ami a legfontosabb, egy villámgyors futamokkal rendelkező, minden kényében és reakcióidejében felkészült versenyzőt igényel. Nincs idő ott arra, hogy elrontottuk a rajtot, akkor majd a fél órás motorozás alatt majd valahol bepótoljuk. Hát ez 90 másodpercig tart egy futam. Tehát ez alatt kell mindent eldönteni az embernek. Milyen erős gépekkel?
Hát ezek egy hengeres 500 köbcentiméteres metilalkollal mennek a jobb teljesítmény érdekében. Hát ezek olyan, mondjuk ugyan 70 lótól plusz-minusz egy-két ló, amit ki lehet hozni belőle, mindösszesen 78 kg az egész motor, tehát az összes teljesítményét át tudja adni a pályának, vagy a keréken köröztül a talajnak. Végezetül hol lehet titeket majd legközelebb látni? Hát most bízunk benne, hát Magosi Norbert természetesen menetel a GP kvalifikáción és az Európa bajnokságban, ő neki majd a következő megmérettetés az Murekban lesz az osztrákoknál, és természetesen ő részt vesz a Lengyel Ligába, a Patriknak pedig egy három nemzet junior versenye lesz majd legközelebb szintén Gyulán. Szorítunk a szegedi versenyzőkért, és kívánjuk, hogy mi hamarabb Szegeden újra dübörögjön a Salak Motorsport. Dolgozunk rajta, és köszönjük szépen. Nagy Robert, én is köszönöm.